vagyok, és már egy újabb módbemutatóval készültem számotokra. Ez pedig a Wireless Revson nevű mód, ezt már sokan ismerhetitek, mert nagyon népszerű mód, és könnyű használni, könnyű elkészíteni a blokkokat, azt hiszem még az itemeket is könnyű, és nagyon segítenek a játékmenetben. Nem kell annyi redstone-t ide-oda húzagálni, mert nekem a módnak az a lényege, hogy hogy ilyen frekvenciák vannak. Van egy adó, ez az adó. Van egy vevő, ez a vevő. És ezek, ha ugyanezen a frekvencián vannak, és ez adóban van vezetve redstone-je, vagy redstone energia, akkor ha ugyanezen a ponton van a vevő, akkor a vevőben is van energia, és ha kivezetsz belőle redstone-t, akkor az a redstone, ugyanolyan energiát fejt ki, mint ami a vevő, vagy az adóból ment a vevőbe. És van egy ilyen új blokk, ami 1.0-ban még nem volt benne. Ez a ilyen időközönként ad le jeleket, be lehet állítani, hogy melyik frekvencián adjon le a jelekből. Beállítom most az 1-es portra. Ide leteszem. Ezt így beállítom így. Ezt így. És egy másodpercre van állítva. Egy másodpercenként villan egy másodpercig. De ezt lehet növelni, vagy lehet csökkenteni. Egészen 200 millisekundumig, ami ilyen 5-5 része a másodpercnek. És villog is. Most leveszünk az egy másodpercből szekundumot, és látszik, hogy valahogy gyorsan villog. Ennél gyorsabban már nem tud villogni, valamiért a mód korlátozva van, elég. De fölfele végtelen számú mennyiségbe lehet. Na, de nem is erről legyen szó. Azért van egy ilyen előre elmentett mapon most az egész mód bemutató, ami nem szokás szerint van így. Mert készültem egy kis rendszerrel, amit elég sokáig raktam össze. Készültem ebből a rendszerrel, és akkor most kikapcsoltuk. Ja igen, és most resetelni kéne a rendszert, mert az egyes port az pont foglalva, hogy is foglalt volt, és így most minden összecsesződött egy kicsit, de nem baj. Jaj, raktam el a stompaket. Oké, tépülfok, resetelve. Elvileg működik, és akkor csináltam egy ilyen gombokkal működő, vagy gombos kombinációs zárat, ez nem egy szakványos kapcsolós, hanem gombos. Akkor ez 1, 3, 6 és 9, és ennyi lenne az egész meg a lényege, de ezek a világítások is a wireless webspannel vannak megoldva. És akkor kiutást még nem adottam a teljes egészében, erre használom a single player commands. Igen, köszönöm. És akkor most jöjjenek az ütemek bemutatásai. Először is kezdjük abban, amit ismerek, mert ezt nem ismerem, ez olyan, mint egy csatlakozó, nem tudom mire jó. Próbáltam, nem jött össze. Ezt tudom, ez igen megmutatja, hogy melyik frekvenciák foglaltak. Elég nagy, de látszik azért, hogy itt ez az összes, majdnem az összes frekvencia. Így, ami zöld, az pont most működik, ez a frekvencia. Ami piros, az pedig nem működik, mármint nincs éppen ott áram, vagy redstone energia. Van egy ilyen távirányítónk, ami majdnem ugyanezt csinálja, mint ez a blokk, ez a pulzálós blokk. Be lehet állítani, hogy
melyik frekvenciát pulzálja. Én most beállítom a 17-esre, és akkor meg fogja csinálni azt, amit a kóddal meg lehet csinálni. És akkor így elvileg megcsinálta. Ha most lenézzünk oda, látszik, hogy zárva van, de hogyha most újra pulzáljuk egyet, akkor kinyílt és bezárult, és ha a villan is felgyulladt előre. Most úgy pulzáljuk, mert úgy pulzáljuk, mert lezetelni kell a rendszert, még a olyan lezetelés nincs megoldva, mert nem tudtam megoldani, sajnos. Igen. Kész. Akkor melyik van még? Ja, ez az iránytű. Ez a világ lesz iránytű, ez olyan, mint egy normális iránytű, megmutatja, hogy hol spawnolt áll a normális iránytű. Csak ezzel abban különbözik, hogy ez nem azt mutatja meg, hogy hol spawnolt áll, hogy hol a spawn helyed, hanem azt, hogy hol van az éppen jelenet álló, ami most szinte semmelyik az, éppen jelenet álló adóvevő, és elvitte az Enderman a rohadt anyját, elvitte az Enderman a követ, remélem nem nyújt be. Megmutatja, hogy hol van, jobb egérrel itt is elő lehet hozni egy menüt. Éppen most a 121-es frekvencia van beállítva, ami most nem működik. Próbáljuk meg a... Meg biztos működik, ott igen, mennyi. Vagy ugyanaz, melyik működhet? Hát nem is kell működjön. Elindítom kézzel. Álljunk, hogy el van indítva. Na, beállítjuk a 17-es portot, vagy frekvenciát. Tizennyolcas volt valami. És ezt megmutatja, hogy merre van ez az adó éppenséggel, amelyikben van állna. Mert ez adót mutat és nem vevőt, itt van, most állok pont rajta. És amerre forgok, arra megy. Ez egy ilyen normális kis iránytű. Talán ennyi lenne maga az egész mód. Ennél többet nem nagyon lehet bemutatni erről. Bemutattam, hogy működik, mit lehet vele megcsinálni. Egyetlen egy itemet hagytam ki, amiről nem tudom én se, hogy mi volt. És akkor a craftolást szerintem ugyanúgy mellékelem, ahogy a előző videónál. És akkor legyenek kommentek, iratkozzatok föl, és lájkoljatok, vagy éppen kritizáljatok, és akkor a kritikákból tanulni fogok. Sziasztok!